Na sziasztok, fiúkes lányok, újra itt vagyunk a FIFA World-del, és akkor folytatjuk a Manchester City karriert. Ez mi? Mi az az autószél, na minden. Egy haverom ajánlotta, hogy vegyük meg pont a Liverpooltól a 19 éves Sterlinget, vagy nem tudom hány éves. Ja, túri eltiltásom van. Őt le kéne cserélni addig. Hát Lampard ugye már elment. Úgyhogy akkor Fernando fog most túri helyet játszani, és akkor felvisszük ide Milnert. Fofánám, mik ezek a játékosok te? Megint nem működik ez a szoros gomb. Megidegesítő. Na, akkor először is akkor megnézem a az, hogy Lampard ja, hogy most jött vissza a Chelsea-től, akkor nem tudjuk megcsinálni. Ja, még itt van Negredo is. Nem is láttam őt. Ha hum van. Negredo. Hát hol van innen a csapatból? Vagy kölcsönbe van? Most megnézem, nem néztem meg jobban. Negredo. Ja, értem. Tehát kölcsönbe van. A... hol van? Ja, Valenciánál. Na hát akkor... szerintem még a... Jake-ot is eladjuk. Kapunk érte egy kis pénzt, annyi biztos. Meg, hát mondta haver, hogy izé nem kellett volna eladnom a Jovetićet, mert hogy az, hogy ő jobb a izénél, Dzeko-nál, mert hogy a Dzeko az lassú, meg izé, hát mindegy. Na, először akkor megnézzük, hogy valannyi pénzünk. Hát jelenleg van, és egy olyan 22 tudok ajánlani érte. Hogyha nem most veszem meg, akkor majd tavasszal. Hogyha úgy van. Mert azt hogy visszatér Negredo a csapatba. Nem tudom mikor, lehet, hogy csak szezon végén. Majd meglátjuk. Na, akkor játsszuk le a Liverpool elleni mérkőzést. Így né. Game settings. Profi, oké. Okay. Ja, itt akkor mindig állítanom kell majd, mert... ha bár végül is mindegy, akkor váltok egy olyan labdára, ami... nem fog, amit majd nem kell váltani, és tehát mind a kettő karriermódban, tehát az MN életében is akkor ilyen labdával fogok játszani. Legyen ez mondjuk... hát akkor maradjunk a Nike-nál. Akkor legyen ez a Nike Insight Saudi. Oké. Okay. Csapat, jó. Aguero Silva. Jó, jó ez. Nyerni fogunk. Győzni. Győzni kell. Ki ez? Aguero. Hí, pont odaér ez a szarbábú, hát nem igaz. Nem oda kéne. De se baj. Na végre. Tudok tovább menni. Na akkor. Skip minden. Hoppá, 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 hoppá. Képernyőt azért nem fogok ilyenbe játszani. Anyám, milyen be volt? Defaultba. Jó. Jó ez. Ez jó. Beállunk egyből támadóra. Támadó felállás. Az igen. Persze. Ilyen könnyen elvette, nem? Hihető. Hihető, nagyon hihető. Na. Jó, megvan. Lehet, hogy...
Jújjúj, de laza. Ez a balita kapja, de mondta megy. Ezt olyan messziről csúsztuk, aztán izé, nem tudom elvinni mellette sehol. Most. Ez az. Be lehet adni. Én is a beadás. Jó, Aguero. Kicsit alacsony volt és nem ért el. Fernando. Bél. Aj, de szépen megy Bél. Be is adja. Ott lett a fejes. És nincs fejes. Kifejelik, szerintem megint Aguero volt az. Kifejelték előle. Ez viszont előnyszabály. Tovább tudja pöckölni. Ott egy lövés. És elkerül Oskán Zsolhárt kapuját. Laza sarkozás van megint. Fernando. Ez szép labda. Bél a labdával, Bél még mindig. És hosszan túl meg Bél, nagyon szépen szorította kifelé. A védő, vagy középpályás, nem tudom, hogy az milyen poszton volt az a játékos. Mignolé pedig szépen hosszan a jobb oldalra a kirúgást. És lefújja a játékvezető, szabálytalanság történt. Nászi követte el. A Lovren jött, egy szabadrugással akkor. Csoliveli. Sok nem ment vele most ezzel a Liverpool. Aguero. Aguero kap irányába. Aguero mindig. Még mindig ott a labda. Bél! Bocsánat, a Xavi Silva volt. Nem Bél, és blokkolták a lövést. Nem jutott át el. Mignolé kapujáig a labda. Az pedig egy gyönyörű becsúszás Clichy-től. Ohoho! Lucas Leiva nagyon szépen cselezget egyelőre. Hoppá! Ezt kicsit benézték. Ó, az szép támadás, szép támadás! Hart! Neki is megvan az első nagyobb védeni valója. Ez pedig egy szép összjáték. Bél megy a jobb oldalon, és nagy mentés. Szépen viszi tovább. Gerett Bél, Gerett Bél, még mindig Bél. Lepasszolja, és kicsit kövig. Pedig ez szép lett volna. Mi van, Spori? Figyelmeztetést kap játékvezetőtől a Manchester City játékos, nem tudom, hogy ki volt az. Az igen! Ó, bakker az a sarkozás! Rásarkadt az ellenfélre. Elvonalabb a Fernandónak. Többen is indulnak. És hát... Silva ezzel egy kicsit megzavarta a bírót, hogy nem ért bele a labdába, de nem ő vette át. Ez pedig így rövid. Hoppá, előnyszabály már megint. Nem ért hozzá a labdához, így is megszerezte a labdát. Közben Bél megindítja Zabalétát. Zabaléta viszont tolja meg. Kopott most a City. Bél veszi át, Bél. Blokkolt lövés. Mignolé könnyen fogja. Pont hozzá kattant fel a labda. Moreno. Aguero kicsit későn ért oda. Viszont Bél támadt le és majdnem labdát szerzett. Hoppá! Zabaléta nem ért a labdához, így is megszerezte a labdát. És ez hosszú Aguero-nak. Ez hosszú Aguero-nak. Egyértelmű volt. De ma megint kezdi a laggolást, hát nem hiszem el. Édes Istenem, mi van ezzel a szarral? Á! Hát beszorok, hát komolyan mondom már. De
szar Fraps miatt, tehát Istenem. Nem megy a Fraps, akkor nem csinál ilyet. Csak ha megy, akkor. Halna éhen ez a szar is már. Elegem van belőle. Nehogy vissza fölmenj tényleg. Nehogy. 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 Tényleg. Minek? Na most visszament 30 FPS-en, állunk van a labda. És ma megint szorakodik, hát te... Nem lehet játszani! Yeah. Istenem. Beszarás, komolyan mondom, ez a szar. De miért? Nem. Úristen, ez csak egy ütközés volt, és már le is fújja. De csíraló. Kapírom mindig. Szóval mindig a kapírom, nem tudják elvenni tőle. Csak most. Hú, te. De... Jó van ám. Simán labda volt, de azért előnyszabály. Jó, most már nem tudod mi sárgát, hál' Isten. Utólag. Jaj, otthon vagyunk és nem tudunk egy nyomvad gólt lőni. Hát de bakke! Mi volt ez a labdavezetés? Úristen! Szent szar. Komolyan mondom. Persze, persze, persze. Jó. Spori! Mi van? Istenem, megadja a második sárgát. De csicska vagy, te hombá! De mi kérik? Fé, most ilyenre sárgát ad. Mikor cselezett és úgy jött nekem. Hát nem hiszem el. Hogy lehet ilyen csicska? Azok meg üresen fejelnek, nézd meg. Várja. Nem, inkább nem, hanem... Így. És akkor a közép... Nem vele, nem vele. Inkább a középpályán legyenek kevesebben. Mangala fog feljönni. Jaj, de szar. Úristen. Vezetnek a csicskák egy ilyen gólda, érted? Semmire megadja a második sárgát. Mikor az a csicska jött nekem a cselével. Én csak becsúsztam bakker, de egyáltalán nem a lábára mentem. Ez meg előnyszobát se ítél, hallod? Ha mi ez? Úristen! Szilva, gyerünk! Ott van a lövés! De... Persze, hogy addig vár a lövésre, amíg nem blokkolják. Nézd meg, ez meg középre lövi. Nem hiszem, hogy ilyen fostalicská. Úristen. Beszarás, hát komolyan mondom. Úgy kerülök embere... De ma megint kezdje. Úgy kerülök ember hátrányba, hogy az valami vicc. Indulj, indulj, indulj. Aguero, gyerünk. De bakker, áll egy helybe a védő, kirakja a lábát és megszerzi a labdát. Én hol csinálok ilyet? Mi? Hol csinálok én ilyen szart? Úristen, hát nem hiszem el ilyen... Ne? Ez is hogy passzolt, érted? Nem, hogy ráfordult volna, aztán pontosan passzol, nem izé, sarkazgat meg minden. Na, az hátulról csúszott, az... Azt nem fújott be, mi? Igaz, hogy nem ért lábat, akkor is. Ott van Aguero, ennyi. Ember átrányban is gólt szerzek. Ennyit érte. Csalóban meg. Mit tudnak ezek semmit? Ha bár nem, mert meg kéne nyerni a meccset. Váltunk támadóra.
jön utána Fernandinho. Persze, hogy nem ér előáig. Zabaleta, na! Agüero, mozogjá! De miért nem mozogsz? Miért őt indítod? Bale, ott van Bale! A kapufát döngeti! Ott van, ott van, ott van! Nincs ott, hát nem igaz. Milyen szép lövés volt Bale, hát... Ó! Na, még egyet, Bale, ott van! Lövés! Középfelő. Most már nem tudtam annyira eltekerni. Sajnos. Mignolé ölébe került a labda. Fú, te. Ez igen! Öcsém, ez már haladás. De... Azt is befújod mindjárt. Mondtam, mondtam, mondtam. Adjál pirosat neki. Adjál pirosat. Azt kell neki. Na mi van? Jó, csak figyelmeztet. Kis csicskája. Anna éhe. Gerard szabadrugása. Beíveri középre. Veszélyesen pattogott addig a labda, amíg el nem rúgták. Az is semmi, hallod? Ha... Hogy izé akarsz? Komolyan mondom már, mi ez? Hát de meddig vársz? Kicsit összeakadnak, de... Előtte, hogy én mitől estem el, az... Nem tudom. Agüero, na! Nasri. Zabaleta. Most előttem volt Bale. Bale még mindig ott a lövés, és mellé jobban. Hát Bale közel jár a gólhoz. Egy kapufája volt, meg egy most. Ez a lövés, ez se került el sokkal a kaput. Megadjuk neki az esélyt, hogy még lőjön. Nem vesszük el. Nem cserélem le. Felviszem Kolárovot is. Jó, Jake, akkor most felmegy Agüero helyett, az bement a 15 és nem belőle, az nem? Óhoho, Sterling, akit én le akarok igazolni, és nála a labda, hoppá! Kolárovot nagyon becsapta. Persze! Hol csinálok ilyen csereket, mondjuk nem tudom a gombját, de úgy se sikerül nekem. Na, az is rám csúszok, most megállok. Adjon neki sárgát. Sárgás porja, azért álltam meg. Most adja neki. Na azért. Ügyes Fori. Na, felévejük a labdát. Ártal, hát ennyire kicsit azért nem számítottam. És megint hátulról csúszik. Ez is. Mi se baj. De néh, ez tényleg lassú ez a zsékó. Úristen. Bemeli. Persze. Menj! Bakker, Sturridge. Hú, Bakker. Jó, vége. X. Hát így nem fogunk előrébb menni. Így nem fogunk előrébb menni. A tabellán. Hányadikok vagyunk? 18. Egy vereség, egy döntetlen, ez nagyon jó. Na, elfogadták 22 millióért. Ja, akkor lecseréljük, és akkor Mangala lesz a kezdőben. És Fernando helyett pedig már Yaya Touré fog játszani. Akkor az irodában még van pár cucc. Ezt szépen elfogadjuk. Így van. 4 évre, persze, akkor még jobb. Nálunk is ez lesz, nálunk is. Mert lehet, hogy megcsinálom úgy a izét, hogy két csatár. Abból az egyik lesz Sterling.
jobb szélsőként. Meg nem tudom, de ezt majd meg kell néznem a izébe. Megnézzük akkor, hogy formációk. Hogy hogy lenne jó. Várjál. Végül is ez se rossz. Mert akkor a védekezőben ott lenne Fernandinho meg. Habár nem, mert sokan vannak a középpályások. Nézzük tovább. Na. Azt mondja, hogy most nem láthatok, hogy hova mutogatok, de ez így lenne jó, mindjárt akkor megcsinálom a izébe. Mondjuk a játékos még nincs itt, még nem jött meg. Így. Nászri oda. Védekezőbe így, igen. Habár, várjál. És a csatárnak Aguero és a jobb oldalon pedig izé lesz. Sterling. Ez szerintem így nem rossz. Szerintem ez így nem rossz. Tehát a védelem az ugyanaz. Védekező középpályás. Vagy ki van még ilyen középpályásunk? Más olyan nincs. Jó. Fernandinho és Yaya Touré nem cserélnek helyet. Nasri jó helyen van, Bale is jó helyen van. Jó lesz. Akkor ez lesz a formációnk. Ez a 4-4-2-es. Ez a fajta. Van-e még más? Ó, te ez még jobb. Ez lesz. Ez lesz. Így tökéletes. Így tökéletes. De azért még tovább is mehetünk. Körülnézni. Ez van 4-3-3. Balsz és ő nem kell nekünk. Ez. Hogy ne legyen támadó középpályásunk. Így ezek helyet cserélnek, és szerintem ez így jó lesz, ez így jó lesz. A kapitány, hát ja, Kompany jó lesz. Bal szöglet, Silva, jobb oldali is ugyanő. Távoli szabadrugás. Igen. Ja, nem. Ez nem a szöglet, hanem ez a izé. Szabadrugás, rövid, vagyis hát közeli. A szögletek Nasri és Silva. Silva elég alacsony, úgyhogy itt is ő lesz. 11-est. Persze, Aguero lövi. Oké. Elmentjük. Ezt megvan tehát az új felállásunk. És ugye nem sokára akkor le tudjuk igazolni. Igen, itt is van. Megjött tehát hozzánk. Raheem Sterling. Ez az. És akkor be is rakjuk a kezdőbe. Oda, igen. 80-as, de elvileg nagyon gyorsan fel fog fejlődni. És a bal középpályás pedig Nasri helyett lesz David Silva. De én ide berakom a kezdőbe szépen. Milner helyett. Oké. Okay. Megvan tehát a kezdő. Hát remélem, hogy ez nektek is jó, meg nekünk is. És remélem, hogy tudunk velük nyerni. Hát, úgy rendesen, hogy csak a következő videóra fogjuk letesztelni. Mármint hát most a Stoke City ellen. Nem tudom, hogy lejátsszuk-e vagy sem. Következő rangadót inkább azt játsszuk le. Ó, azt nem fogadjuk el. A Lampardot vigyétek el. Habár őt nem tudjátok, úgyhogy nem tudom. Árja még ott a Jéko. Már nem, körülnézek akkor. A Jéko. Itt más ilyen támadó annyira nincs. Ö,
támadókat is, akkor szerintem Jakot eladom, és majd ha visszajön Negredo, akkor jó lesz a csapatba. Ja. Akkor ezt a hazai meccset skipeljük, azt jó kell, nem? És ez is X, hát nem igaz. Nem tudunk nyerni. Viszont vége Demichelis eltiltásának. Hát Mangala kicsit jobb, de inkább így megtartom így a izét, hogy így vannak a játékosok, ahogy voltak. Oké. Okay. Utolsó napunk, 76 millióért igazoltuk le. Gerett Bélt, aki eddig nem tudott gólt lőni, vagy rugott gólt az előző videóban, nem tudom, ma nem emlékszem. Viszont most jött egy ajánlat, megnézzük, hogy kire. Fofana. Ezt elfogadjuk, te. Többet ajánlanak érte. Köszönjük. 19 éves középpályás, 58-as érti, 58-as játékos. Rakjatok még ajánlatot valakire, légy szíves. Oké, 120 ezeret kaptunk belőle. Jó, ez nem rossz. Na, Rooney pedig átment a Real Madridbe 52 millióért. Lloris átment a Juve-ba, a Tottenhamből 28 millió 500 ezerért. Megnézem, hogy elment a Courtois, eladták 24 millió 500 ezerért. Megnézem még az ilyen nagyobb csapatokat. Liverpool, hát a Sterling ment el. Nálunk elment a Wright, a Jovetic, a Nastasic, az a Baitaki, vagy mi ez, és a Sinclair. Az a neve a gyerektek, hogy nem? Aki elment a United-től? Vagy aki itt meg leigazott a United? Az a neve, hogy nem. Huhu, az már névecsém. Na, akkor, oké. Okay. Ez még csak a második menet, úgyhogy a Fulhamet talán megverjük. Meg lehet az első idei győzelmünk. Hú, ne vár, Fernandinho lesérült. Bakker. Mennyi idő? 3 hónapot kihagy. Ó, gyerekek. Hát ez most nem jött jól. Várj, akkor most lehet ez a csapat így. Milnert berakjuk a cserék közé. Hát talán jó lesz ott az a pozíció. Talán jó lesz. Vagy várj, olyan formáció nincs, hogy egymás mellett van a két izé. A két nem támadó középpályás já... Két nem szélső középpályás, inkább úgy mondom. De itt van. Akkor ez kell nekünk. Így. Tökéletes. Most még jobb akkor. 4-0-ra kivertük a Fulhamet. Fulhamet a izéből. Ez a Capital One Cup, vagy nem tudom mi a neve. Az. Capital One Cup. És az Arsenal ellen jön a következő meccs. Végre. Idegenben leszünk sajnos. Hát talán meg tudjuk őket így venni. De ez mind csak a következő videóban fog kiderülni. Hogyha tetszett a videó, akkor szerezzétek egy lájkot és egy feliratkozással, pedig köszönöm a figyelmet. Én engem... Majdnem azt mondtam, hogy én engem voltam. Na. Én nem voltam, búcsúzom tőletek, na sziasztok!